A 9. B informatikus osztály programozói órája zajlik a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum okostantermében. A diákok készítettek egy programot, amely segítségével a drón mozgását tudják szabályozni. Csikós Istvánt már régóta érdekelte a programozás. Szekszárdra egészen egy szerb kisfaluból érkezett, hogy az a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikumban és kollégiumban tanulhasson. A programozást egy hónapja tanulja, nem csak az iskola falain belül, otthon is gyakorolja azt. Programozós rendszerekben például Python készítettem külön programokat. Ez egy drón programozásos, tehát a korszerű új technikához kapcsolódó tematika volt. Valószínűleg irányítás technika órának hívták ezt korábban, ahol gyönyörű szép folyamatábrákkal, meg különböző diagramokon keresztül beszélnek arról, hogy mi a vezérlés, mi a szabályzás. Itt a fiúk gyakorlatilag programozással, az eszközök tanításával ugyanezeket a feladatokat megoldják, és közben ugyanezt meg is értik. Uh-huh. És ez talán jobban be is épül, vagy használhatóbb lesz a későbbiekben, mint amikor a 600 oldalas könyvek kerülnek elő, és a benne lévő ábrákat kell elmagyarázni. A diákok úgynevezett projektoktatás keretein belül mélyednek el a programozás alapjaiban. Ez annyit jelent, hogy 4-5 héten keresztül dolgoznak egy adott feladaton, ez idő alatt megtervezik és megszervezik a munkamenetet. Gyakorlaton keresztül akarjuk megtanítani az elméletet, és nem az elmélet megtanítása után elmegyünk néha gyakorlatra, hogy kevesebb legyen az az ismeret, ami esetleg a későbbiekben nem kerül felhasználásra vagy alkalmazásra. Nagyon sokan nagyon élvezik ezt az új helyzetet, hiszen nekik ez nem annyira idegen terület, viszont a gyakorlati használata, tehát a dolgoknak, vagy a mindennapi életben való használata, tehát a telefonon, számítógépen kívül nem nagyon tudják. Most viszont konkrét eszközökhöz, helyzetekhez, feladatokhoz kell használni, és ezt nagyon sokan élvezik. Nagyon sokaknak problémát jelent, mert csak azt a néhány eszközt tudja kezelni, amivel a napi életében dolgozik, találkozik. A projektoktatás az mindenképpen használt módszer volt már eddig is, de nem ilyen széles körben, mint most. Új eszköz rengeteg van, és azt gondolom, hogy nagyon jó irány az, amit sikerült elindítani a centrum támogatásával. Automatizálás, robotok, digitális technika, ipar 4.0, ezek mind olyan szavak, amik hívó szavak lehetnek, és nem csak egy diák számára, és nem csak a szülő számára, hanem egy duális partner számára is. Tehát mi arra a kívásra szeretnénk felkészülni, hogy a diák, aki nálunk tanul és hozzánk jelentkezik, és nálunk fog végezni, az használható szakmai tudással lépjen ki az életbe. A megújult szakképzési rendszernek éppen ez az egyik célja, hogy piacképes tudással rendelkező szakemberek kerüljenek ki az iskolapadból. Mindezt gyakorlatorientált képzéssel és az iskola modernizálásával, új műszaki és informatikai eszközök beszerzésével érik el. Ezek közül az egyik fejlesztés az úgynevezett okostanterem kialakítása. Az okostanterem egyértelműen a centrum támogatásával is koordinációjával jött létre. A tavalyi tanévnek a fejlesztése mind az okostanterem, mind pedig a Festo tanterem is. Az utóbbi egy korábbi együttműködésnek a felélesztéséből alakult ki, hiszen a Festoval korábban nagyon jó partnerek voltunk, és még tanúsítványokat, képzéseket is tarthattunk az ő logójuk, illetve égiszük alatt. Ez a mai napig nem érte el azt a szintet, mint korábban, de ebbe az irányban dolgozunk, hogy ez működhessen. Maga a felszerelés teljesen új a teremben, ezt aztán lehetett is látni a felvétel készítésénél, és nagyon lelkes kollégák dolgoznak azon, és napi együttműködésben a Festos szakemberekkel, hogy az irányítás technika, a PLC programozása, annak az alkalmazás a gépészeti villamos területen elérje azt a szintet, ami a modern kort követelmi ipar 4.0-nak megfelel. Az okosterem az egy más irány, hiszen abban a közismeret sokkal jobban meg tud jelenni a szakmai tartalom is, hiszen most, ahol voltunk például egy alapozó képzés, egy alapvizsgára felkészítő 9-es osztály, egy informatikus osztály volt. Nem csak az ő képzésükben, de nyilván itt hangsúlyosan megjelenik a programozás, megjelenik az algoritmusos gondolkodás, ami egy célfeladat elérését jelenti. Az új szakképzési rendszer az alanyi jogon járó ösztöndíjból, a gyakorlatorientált képzésről és az átjárhatóságról ismert.
A szakmai tartalmak óraszámai úgy vannak kialakítva, hogy ez a két év, illetve egy év egy adott ágazaton belül ugyanazt a szakmai tartalmat jelentse. Vagyis, ha valaki gépészet ágazaton vizsgázik 9. évfolyam végén a szakképző osztályban, vagy a technikus osztályban 10. évfolyam végén, akkor ugyanazzal az alapvizsgával rendelkezik. Az alapvizsga lehetővé teszi azt, hogy utána a szakmaválasztásnál akár vizsgatípust is váltson a tanuló, illetve magát a szakmát is ki tudja választani ágazaton belül. Ráadásul a műszaki ágazatoknál, 3 ágazatokon belül ugyanaz a műszaki alapozó ágazati vizsga. Tehát az átjárhatósága, a megmozdíthatósága egy tanulónak az érdeklődés köre változik az alapozás során, még nagyobb és még több a lehetősége. A Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikumba jelenleg közel 1000 tanuló jár.